füstjelek. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Ma reggel Kolossé levélből, a harmadik fejezet 17. verséből olvassuk el a következő igét. És mindent, amit csak cselekeztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának ő általa. Azt mondja itt Pálapostól, hogy minden, amit csak teszünk szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében cselekedjünk. Tehát minden tettünk, de minden szavunk, ő dicsőítse meg, az ő akarata szerint való legyen. Igen, a mi beszédünk lehet átok vagy áldás. És azt mondja ez az ige, hogy a mi szavaink olyanok legyenek, hogy azzal ne szégyent hozzunk az Istenre, hanem az ő nevében szóljunk és cselekedjünk bármit. Annyira elgondolkodtató a beszéddel kapcsolatban az, hogy mi olyan sokszor beszélünk, de, de sokszor nincs célja, konkrét célja a beszédnek. Márpedig az Ige arról beszél, hogy igen, a beszédnek célja kell, hogy legyen. Nem lehet csak úgy beszélni. A beszédnek az a célja, hogy, hogy erősítse a másikat, helyén mondott legyen az az ige. És nézzük meg, hogy milyen konkrét dolgokat mond a Szentírás arra vonatkozóan, hogy milyen beszéddel tudjuk mi igazából az Istent megdicsőíteni. Példabeszédek könyve 25. fejezetének a 11. verse a következőt mondja. Mint az arany alma ezüst tányéron, olyan a helyén mondott ige. Igen, mint az aranyalma ezüsttálon, olyan a helyén mondott ige. Tehát a beszédünknek finomnak kell lenni, odaillőnek kell lenni. Végig gondolni, hogy abban a helyzetben mi az, ami, ami jó lesne a másiknak, ami segítségére lehet a másik embernek, mint az aranyalma ezüsttálon, olyan a helyén mondott ige. Lehet mondani nagyon jó dolgokat is önmagában nagyon jó dolgokat de lehet, hogy nem éppen az alkalomhoz illik de egy-egy alkalomhoz illő a megfelelő időben mondott szó milyen nagy segítséget tud jelenteni embereknek nehéz helyzetben Nézzük meg például, ugyancsak példabeszédek könyve 27. fejezetének a 9. versét, hogy erről a helyén mondott ígéről, mit mond itt ebben az ígében a Szentírás, azt mondja, hogy mint a kenet és jó illat megvidámítja a szívet, úgy az ő barátjának édes szavai is, melyek lelke tanácsából valók. Melyek lelke tanácsából valók. Igen, amikor, amikor egy emberrel beszélünk, vagy egy ember elmondja nekünk a problémáját, és, és amikor nem csak úgy felszínesen mondunk valami, valami kenetteljes dolgot, igen, valami egy-két felszínes mondatot, hanem amikor a lelkünk tanácsából való az adott embernek mondott szó, amikor átérezzük a problémáját, és, és valóban együtt érezve vele szólunk és mondunk bizonyos dolgokat. Igen, azt mondja, hogy mint a kenet és jó illat megvidámítja a szívet, úgy az ő barátjának édes szavai is, amelyek lelke tanácsából valók. Igen, az ilyen beszéd erősíteni tudja a másik embert, Nézzük meg, hogy ez hogy fogalmazza ugyancsak példabeszédek könyve a 16. fejezet 24. versében. A 16. fejezet 24. verse azt mondja, hogy lépes méz a gyönyörűséges beszédek, édesek a léleknek, és meggyógyítói a tetemeknek. Voltunk már így ebben az életben, hogy valami nehéz helyzetben voltunk, valami nagyon nyomasztott bennünket, valami tényleg ott volt a szívünkön, lelkünkön, ami nagyon terhelt, és valaki, akivel beszéltünk a problémánkról, tényleg nyilván Isten lelkének az ihletésére, de valami együttérző, mély tanácsot tudott adni, és olyan gondolatot tudott megfogalmazni, amitől szinte megkönnyebbültünk. Mit mond az Ige? hogy édesek a léleknek az ilyen beszédek, az ilyen szavak, és meggyógyítói a tetemeknek. Még egy fajta pozitív beszédet szeretnék megemlíteni, aminek hihetetlenül jó hatása van. A 25. fejezetből, a példabeszédekből, a 25. fejezet 15. versének a második része azt mondja, hogy a szelíd beszéd megtöri a csontot a szelíd beszéd megtöri a csontot. Igen, több helyen mondja ezt a Szentírás más-más megfogalmazásban. Azt mondja, hogy az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését. Itt azt mondja, hogy a szelíd beszéd megtöri a csontot. Mit jelent ez? Amikor, amikor, valaki durván, gorombán szól az emberre, amikor valaki bánta beszédével bennünket, és ingerültség van a levegőben, azt hiszem ismerjük ezt az élethelyzetet, akkor mit mond az ige? Ember, ne ugyanúgy válaszolj. Fohászkodj az Istenhez bölcsességért, türelemért, szelítségért, hogy engedelmes felelettel, higgadtan, nyugodtan, szelíd beszéddel válaszoljál. Miért mi fog történni, hogyha mi egy ingerül beszédre ingerülten válaszolunk? Még nagyobb ingerültséget fog kiváltani? De, hogyha az ingerült beszédre szelíden, finoman válaszolunk, azt mondja, hogy az megtöri a csontokat, a legkeményebb ellenállást is képes megtörni, amit erővel nem lehet, de a szelíd beszéddel lehet. Igen, a szelíd beszéddel sok mindent el lehet érni. És a Biblia azt mondja, hogy igen, a beszéd ha a beszédünk olyan, Isten szerint való a beszédünk, akkor vigasztalni tudunk, erősíteni tudunk. Jézus is azt mondja az ige, hogy, hogy a szája beszédével erősítette az embereket. A beszédével, igen, áldást, életet jelentett az ő beszéde. És kívánom, hogy a mi beszédünk is ilyen legyen, hogy erősítés lehessen, bátorítás a bajban levőknek, és a háborgást lecsillapító türelmes beszédünk legyen.